Egy újabb rendezvényen, egy újabb konferencián vagyunk, ami, ha jól tudom, akkor a Petőfi 200 rendezvény sorozathoz kapcsolódik be, annak az egyik állomása. Igen, a Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából sikerült az Orlai 200 után a Petőfi 200 megvalósítása is programként, így aztán a két nagy ember itt Mezőberényben újra találkozott ezen a konferencián, illetve az egész éven átnyúló rendezvénysorozaton, mint ahogy az elmúlt évben Orlai 200 ünnepeltük sok-sok rendezvényen. Ezen a konferencián több előadó fog szerepelni, Pápáról is érkeztek vendégeink, nem csak előadásokat hallhat majd az érdeklődő közönség, hanem a Manna zenekar, egy helyi zenekar fellépésével Petőfi verseket zenésítettek meg, illetve általános iskolás diákok színesítik az egyik előadónak a programját. Viszont említetted azt, hogy itt előadásokra is sor kerül, hát kik adnak elő? Az egyiket biztos, hogy tudod. Az első előadó egy művészettörténész lesz Bánhajnak a személyében, akit itt köszönhetünk a Városháza dísztermében. Igaz, hogy a pályázatot a Művelődési Központ nyerte meg, de miután itt sokkal jobbak a körülmények, itt vannak a nagyon szép orlai festmények, ezért úgy gondoltuk, hogy itt méltó körülmények között mondhatja el majd Hajnalka az előadását. A másik előadó az én leszek, a harmadik pedig Csete Gyula, a múzeumnak a munkatársa fog Mezőberény építési téről előadást tartani. No, hát olyan nagyon nem is akarok belemenni az előadásokba, hiszen az egészet fel fogjuk venni, és akkor megtekinthető lesz mind a YouTube-on, mind pedig természetesen a helyi csatornán. Viszont én nagyon szeretnék beszélni arról is, mert hogy egyrészt volt egy konferencia, viszont előtte még elmentünk koszorúzni. Igen, hagyományossá vált, hogy ebben az időpontban, október 22-én, Orlai Petri Csomás születésnapján megkoszorúzzuk az általános iskola előtt levő Orlai szobrot, illetve a Városházán egy emléktáblával emlékezünk, elődeink által állított emléktáblára helyeztük el a koszorúinkat, például a Pápa Város küldöttségének a koszorúját is. Így van, és itt a Városháza földszinti aulájában hát egy olyan kiállításra is sor kerül. Egy vándorkiállítás érkezett meg, korábban a Petőfi buszt köszönhetjük Mezőberényben, most pedig egy vándorkiállítás van az aulában, az előtérben. Igyekeztünk már évek óta a Városházát olyanná tenni, amelybe nem csak ügyeket intézni járnak a mezőberényi polgárok, hanem itt meglepetések is várhatják, például most ez a Petőfivel foglalkozó kiállítás, de korábban például amatőr művészek kiállítását láthattuk, illetve más kiállítások is megtekinthetők itt. Ez meglepetés az ügyfelek számára, talán még a várakozási időt is rövidíti, hát ez egy kis kedvesség. Hát igen, ne legyen olyan hideg a Városházánk, hanem egy kicsit lehessen kulturálódni. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor informálódjunk, tudjunk meg minél többet Petőfi meg Orlai barátságáról, bár én azt gondolom, hogy neked is köszönhetően azért erről eléggé sokat tudunk már. Köszönöm szépen, reménykedem benne, hogy újakat hoztam most, úgyhogy egy kicsivel többet fogunk majd megtudni Orlai és Petőfi barátságáról, mint mikor érkeztünk. Tarra magyar, így a haza, itt az idő, rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok. Rabok voltunk, most a lányék, a magyarok is.
Yeah.